mindenkit! Az Alkönyvtári előadás sorozat következő mai előadásán, amelyen köszönettel veszük, hogy elfogadta a tanárul a felkérésünket. Ahogy a címek is látják, a miközben a táplálkozásunknak a fenntartatósághoz, kifejezetten az étrendi választásaink milyen hatást gyakorolnak a környezetünkre, esetleg az ökológiai vonzattal és minden más fenntartatósági témát illetően. Azt szeretném kérni, hogy még az előadás, mert addig csak tanárul fog beszélni, de utána viszont buzítanék mindenkit, hogy nyugodtan kérdezzenek tanárultól, vagy akár egymástól, tehát ilyenkor egy kicsit interaktív beszélgetés szokott kialakulni, úgyhogy bátran lehet kérdezni. A maszkot, mivel elég szellősen ülünk, akinek nagyon kényelmetlen, bízom benne, hogy mindenki a saját felelőssége tudatában nyugodtan vegye le, nem fogunk annyira ragaszkodni, de nyilván az egyetem előírja, és kötelességünk ezt ugye feltüntetni a plakáton is, és az előadáson is, de hát azért vagyunk benne, hogy szerintem nem lehet talán volt. Jó? És akkor jövődik. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy nagyjából ez a hangerő így elég lesz, tehát át is lehet hallani. Köszönöm szépen. Akkor én is még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. Igen, köszönöm szépen, ahogy elhangzott a bevezetésben valóban. Ezt szeretném bemutatni, egy picit körbejárni azt a tényezőt, hogy nevezetesen a táplálkozás az hogyan is kapcsolódik az ökológiai lábnyomunkhoz, és ennek egyfajta metszetében elhelyezkedő megoldási javaslatot is tennék, hogy hát ezen a helyzeten, amivel szembenézünk, azt milyen megoldási pontokon, a táplálkozáson belül természetesen, milyen megoldási pontokon tudjuk pozitív irányba befolyásolni. Jó, hát nagyjából erről fog szólni ez a kicsit kevesebb, mint 40 dia, amivel készültem. Úgyhogy vágjunk is bele. Először is egy rövid bevezetésre gondoltam, hogy itt tartanék, hát kicsit más oldalról közelítve meg a témakört, ugyanis én egyértelműen nem vagyok ökológus, nem vagyok klimatudós, ez az én tudomány területemtől látszólag egyébként kicsit messzi esik, bár valóban lesznek kapcsolási pontok, de azért egy pár adatot bemutatnék, teljesség igénye nélkül. Én azt gondolom, hogy akik itt vannak, azokat nem kell győzködni arról, hogy az előttünk álló időszakban számos tekintetben azért jelentős változások állnak előttünk, és ezek a változások, ezek nem most kezdődtek, és ezeknek a változásoknak a kimenetele az egyfelől már prognosztizálható, másfelől pedig még sok ponton kérdéses. Hogy itt ki mit mond, hogyan mondja, ebben nyilván vannak különbségek, de azért egy pár adatot mégis kénytelen vagyok ebben a tekintetben is megmutatni. Tényleg a teljességigénye nélkül, mert ahogy mondtam, ez nem az én szakterületem, de az például egyértelműen látszik ezen a dián is, ez az Amerikai Oceanográfia és Légkör Kutatóintézetnek a saját adatbázisából származó diagram, ami arról tudósít, hogy hát nagyjából így a 80-as évek óta a tengervíz hőmérséklete az hogyan is emelkedik, ugye a korábbi időszakokkal összevetve. Ez önmagában ugye a problémát abból a szempontból jelent, hogy ez az energia, ami az óceánokban ilyen módon raktározódik, az különböző időjárási jelenségeknek a szélsőségessé válásában nyilvánul meg. Tudok mutatni még ilyen diát is, ami egyébként a NASA-nak a saját adatbázisából származik. Itt a különböző hőmérsékleti anomáliák, szintén egyértelműen a 80-as években a szén-dioxid kibocsátással hogyan is függnek össze. Én azt gondolom, hogy ezen megint kár vitatkozni sok szempontból, hogy ennek milyen hatásai lesznek. Már csak, igen, bocsánat, itt a szén-dioxid kibocsátás, ugye egyértelműen látható tendenciós növekedés. De a klímamodellekről is egy picit készültem itt az elején, hogyha megnézzük, az elég egyértelmű, hogy a század végére ugye egy jelentős bizonytalansági faktor azért van a különböző klíma
modellekben. Ami számomra riasztó, az talán pont ez a tábrának ez a felső része, ahol egy körülbelül 4 Celsius fok fölötti várható átlagos hőmérséklet növekedés bekövetkezése prognosztizálódik, hogyha nincsenek ugye klíma célok jól megfogalmazva, illetve azok jól kivitelezve. Hát ez a fajta növekedés, ez több más modellből kapcsolódóan azért elég erősen limitálja az emberiség létének a megmaradását is. Ebben a formában biztos, hogy nem elképzelhető a jelenlegi életformák. A jelenlegi beavatkozások keretén belül, hogyha nézzük, akkor sem sokkal jobb a helyzet, tehát a 2,7 és 3 fok körüli melegedés is már nagyon jelentősen veszélyezheti egyébként a civilizációnk jelenlegi életmódját. És azért vannak jó előrejelzések is, nyilvánvalóan ezekhez az üvegházhatás, a gázkibocsátás, illetve én még ezt kiegészíteném talán azzal is, hogy a környezetünket érő olyan emberi tevékenységnek a minimalizálása is szükséges, ami teljes mértékben és szinte az összes ponton erodálja a természeti környezetet, hiszen a klímaválság az nem összességében csak a széndioxid kibocsátásról szól, ez egészen egyértelmű, szerintem ez minden szempontból látható, hanem gyakorlatilag a környezetünknek a teljes és szisztematikus elpusztításával. Szóval, hogyha ezen a területen nem lépünk, akkor nagyon cudar világ vár ránk. És ennek a világnak ma már egyre jobban érezzük az előszeleit. Talán erről szerintem érdemesebb megint felvillantásszerűen egy picit beszámolni. Ugye egy évvel ezelőtt az Amazonas tűzesetei kapcsán azért egy másik terület is, köztük ugye Ausztrália is jelentősen égett. Ugye itt látjuk, hogy mennyi erdőtűz robbant ki ezen a kontinensi országon. Nagyon nehéz elképzelni ennek az eseménynek a magnitúdóját. De számomra ez az, ami ennek az előadásnak is a felkészülése során azért kirajzolódott előttem, hogy sok esetben, amikor ilyenről beszélünk, a széndioxid kibocsátás, vagy üvegházhatás, akkor ezt nagyon absztrakt módon kell elképzelni. Ugye ezt nehéz megfogni. Nehéz ezt jól kezelni. Viszont amikor az ember ilyen felvételeket lát, akkor már is látja ennek az eseménynek a magnitúdóját, hogy ez mennyire valóban sújtja gyakorlatilag, ahogy látjuk itt is ezt a kontinensi országot, és hát ezen keresztül rajtunk, ezen keresztül minket is, bocsánat. És hát amivel még közelebbé lehet tenni az ilyen eseményeket az, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy csak az ausztrál tűzvészben becslések szerint egy milliárd állat vesztette az életét. Ugye azért ez is jól jelzi ennek az eseménynek a nagyságát. És hát ugye ez tavaly történt, és idén már azt kell mondjam, hogy ez nem egy tőlünk távoli országban bekövetkező esemény volt, hanem emlékezünk vissza például Törökországra, vagy például ugye a horvátokat ért erdőtüzekre is. És itt látszik ezen az ábrán, hogy hát ez valószínű, hogy nem csak, hogy nem lesz kevesebb, hanem még sokkal több is lesz. Szóval ez egy kicsit elszomorító jövőkép, és hát én csak a tűzesetekről szóljak, hiszen a szélsőségessé váló időjárási körülményeket valahol nagyon jól meg lehet fogni idézőjelbe, akkor például azok a villámárvizek is ezek közé, az események közé sorolhatók, amelyek például Belgiumban vagy Németországban ugye több halálos áldozatot is követeltek ebben a nyári időszakban. Szóval én ennek kapcsán gondoltam azt, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon ennek mindenképpen így kell lennie, vagy esetleg vannak olyan lehetőségek, amelyekkel, hogyha valóban napirendre kerülnének, akkor érdemben lehetne tenni azért, hogy ez a minket körülvevő csodálatos környezet az megmaradjon, és ez a megmaradás ez azt is jelenteni, hogy maga az emberi civilizáció is meg tudjon maradni.
Ha ezt a kérdést tenném föl, hogy kinek mi is jut eszébe a fenntarthatóságról, hiszen végső soron ez lenne a cél, akkor én azt gondolom, hogy mindnyájunk fejében hasonló elképzelések rajzolódnának ki, például szelektíven gyűjtsük a hulladékot, rendkívül fontos. Például mondjuk nagyobb hangsúlyt fektessünk a megújuló energiaforrásokra, természetesen, hogy nem, nagyon-nagyon fontos. Vagy hát mondjuk ugye a jelenlegi autóállomány, mondjuk érdemesebb lenne elektromos irányba korszerűsíteni. Ezek mind valóban fontos klímacélok, én azt gondolom, ebben is vannak nagyon pozitív előrelépések. Viszont van egy terület, ami nagyon marginálisan kerül elő, hogyha a megoldásra, a megoldási stratégiákra terelődik a diszkuszió, az pedig a táplálkozás. És hogy ez talán néha ugye az ember fülét megüti, hogy hát azért a táplálkozásnak is köze van a minket körülvevő környezetnek az erodálásához, az nem kelti azt a valós képet az emberbe, amit egyébként a táplálkozás képvisel ebben a problémakörben. És itt szeretném ezt számszakilag is bemutatni. Itt 2014-es adatokat szemléltet ez az ábra a globális üvegházhatású gázkibocsátásra vonatkozóan, és egyértelmű, hogy az ipar, illetve az energetikai szektor az, ami a legnagyobb befolyással bír az üvegházhatású gázok kibocsátására. Ugye, ahogy azt mondtam, ebben nincs is semmiféle kérdés senkiben. Értelemszerűen ezeken az ágazatokon belül kell óriási változást eszközölni. Viszont, hogyha azt mondom, hogy a táplálkozásunk, ami gyakorlatilag a mezőgazdaság, illetve az ahhoz kapcsolódó erdészeti tevékenységből származó produktum, az összes üvegházhatású gáz kibocsátásért 2014-ben az ENSZ kormányközi klímaváltozási panelják adatai alapján nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátást produkál, mint a közlekedési szektor, akkor már azt gondolom, hogy ezek megdöbbentő nagyságrend, amiről beszélünk. Hogy még jobban érzékeltessem ezt a számot, az azt jelenti, hogy az, amit eszünk, gyakorlatilag az jobban meghatározza az üvegházhatású gázkibocsátást, mint az összes autó, repülő, hajó és vonat együttvéve. Én azt gondolom, hogy amikor először szembesültem ezekkel az adatokkal, akkor ez így ledöbbentett, és frissebb adatok is egyébként abszolút reprezentálják. Nyilván a legtöbb üvegházhatású gázkibocsátás, 2016-os adatokat látunk már, az energetikai szektorból adódik. Picit játék a számokkal, ugye azt is azért tegyük hozzá, hogy ki hogyan értelmezi a számokat. Ebből biztos, hogy vannak különbségek. De ha itt megnézzük az energetikai szektorban, a szállítmányozás ugye először 16%-nak felel meg, míg az előző ábrán 24%-nak mutatott mezőgazdaság, illetve az ehhez kapcsolódó föld és erdészet, az pedig 18%-ot. A lényeg igazából ugyanaz, kicsit más számok tükrében, és azért hagyj jegyezzem meg, hogy itt az adatok forrása is reprezentálva vannak, tehát bárki nyugodtan utána mehet, és megnézheti ezeket a számokat. De lényegében az látszik, hogy bizony ezen a területen óriási tennivalónk van. És ezzel kapcsolatban szoktam ezt a provokatív kérdést föltenni, mert intuitíven mindenki úgy válaszol erre a kérdésre, hogy hát nyilvánvaló, hogy ez fúcs, nem? Hát nem. Az a helyzet, hogy nem. Valójában a táplálkozásunk. De hogyha az ember belegondol, akkor ez egy ellentmondásnak tűnik. Mert hát hogyan van az, hogy hát az autókat látjuk, érezzük, nyilván mindenki mellett már ment el autó, mondjuk a sétál egy helyi úton, vagy éppen kirándul, és hát az egyszerűen elképesztő, hogy mit hagy maga után, hát itt is látunk egy szép smogos, nagyvárosi, bedugult autópályát. Hogy létezik, hogy ez mégis kisebb volumenben játszik bele az üvegházhatású gázkibocsátásban, mint egyébként a táplálkozásunk? Az, hogy ezt megértsük, és hogyha ezt megértettük egyébként, akkor értelemszerűen az itt történő változásoknak a hatása is ezzel arányosan fog megjelenni,
És ez igazából, és ez talán ennek az előadásnak a központi gondolatmenete, hogy ez igazából tényleg rajtunk múlik. Hiszen nekünk van választásunk, és én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehet jól választani. Ma már van rá lehetőségünk, hogy jól válasszunk. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog. Szóval, hogy is van ez? Hagy emeljem ki Úr és Nemecseknek a 2018-ban a Nature-ben megjelent nagyon kiváló munkáját. Itt azokat az adatokat reprezentáljuk. Itt ugye ők az összes üvegházhatású gázkibocsátásnak a 26%-át vonták be a táplálkozás alá, és ezt kibontották. Nagyon sok mindent le lehet olvasni erről az ábráról, és én már itt ezen a ponton is arra szeretném felhívni a figyelmet, ami ennek az előadásnak majd a második kulcs mozdulata lesz, hogy hogyan függ össze ezzel egészen az egészségünk. Mert azt már valójában itt lehet látni. Ha megnézzük ezeket a számokat, akkor már is látjuk, hogy mi az ebből a 26%-ból, ami a legtöbb üvegházhatású gáz kibocsátásért felel. Nagyon egyszerűen megnézzük, hogy ez a nagyipari mezőgazdaság, nevezetesen az állattartás, illetve a halászati farmoknak, ugye ez a úgymond fenntartható halászatnak a kategóriába tartozó tevékenység. Ezt egy picit kiegészíteném, mert ha megnézzük, akkor itt ezt tovább lehet árnyalni, hiszen például mondjuk a mezőgazdaságban a haszonállatoknak a takarmányozása is ugye földhasználatot igényel, ugye azt itt látjuk, illetve a földhasználat pedig olyan takarmányt teremt elő, amelyeket az állatok etetésére használnak. Ha ezeket a tényezőket összeadjuk, akkor gyakorlatilag közel vagyunk, ha nem, már túl is mentünk, az a táplálkozásunkhoz kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátásnak a feléhez. Pusztán magyarul arról van szó, az, hogy húst teszünk, az, hogy tojást teszünk, az, hogy tejet iszunk és tejtermékeket fogyasztunk, gyakorlatilag a legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó tényező a táplálkozásunkon belül. És még egy dolgot hagy emeljek ki, mert erről talán keveset hallunk, én azt gondolom, legalábbis, de arról például sokat hallunk, hogy mondjuk válasszuk a helyi termelőket. Ugye? Ez is egy fontos tényező, több szempontból is. Válasszuk a helyi termelőket, hiszen hogyha messziről jön az élelmiszer, amit fogyasztunk, az nyilvánvalóan hozzájárul a környezetünk károsodásához, az üvegházhatású kibocsátásához, az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Hát ha csak a közlekedés vesszük, ami a táplálkozásunkhoz kapcsolódik, akkor ez az összes táplálkozásunkhoz kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátás alig 6%-át teszi ki. Míg a teljes ellátórendszer, amiben a csomagolás, egyéb más aspektusok benne vannak, 18%-ot tesz ki. Tehát bocsánat, önmagában azért, mert mondjuk az ember néha banánt eszik, vagy mondjuk messziről származó avokádót, az avokádó is egy problémás élelmiszer több más szempontból is egyébként, ezt természetesen nem hagyom figyelmen kívül, de önmagában ebben egyfajta szorongást kell tenni, én azt gondolom, hogy ezek alapján, számok alapján ez nem pont helyén való. Valójában, amiben én azt gondolom, hogy tudatosabbá kell, hogy váljunk, azok az állati eredetű élelmiszereknek a fogyasztása, hiszen azt látjuk ezen az ábrán, azt gondolom elég szemléletesen, hogy bizony, hogy az állati eredetű táplálékok teszik ki a legnagyobb volument az üvegházhatású gázok kibocsátásából, hogyha táplálkozásról beszélünk. És hogy ezt a kérdést is egy picit több más szempontból is körül lehessen járni, erre csak egy példát hozom, hogy hát miért is van ez? Ugye ezt szoktuk kérdezni. Hát ez alapján nagyon jól látszik, hogy maga a nagyipari mezőgazdaság és az állattartás az egy rendkívül erőforrás pazarló ipar, ágazat, amelynek a hatásfoka rendkívül rossz. És ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a takarmányfehérje az milyen szinten hasznosul, hát az valami bődület, hogy gyakorlatilag a 96%-a az elfogyasztott takarmányfehérjének, az elveszik, hogyha mondjuk a marhákat veszünk. És hát a leghatékonyabb ugye a csirke, ahol mondjuk a 80% veszik el csak. Rendkívül pazarló ez az ágazat.
Ne gondoljuk, hogy ez megint egy távol eső dolog, itt az Európai Unióból származó adatokat látjuk. Az EU átlagban egyébként az üvegházhatású gázkibocsátás, ami a táplálkozásból származik, annak a 83%-a az a tejtermékek, a hús, illetve a tojáshoz kapcsolódik, és a maradék 17%-on osztódik az összes többi élelmiszer. És itt van Magyarország is, nálunk is ugyanez a kép látszódik egy az egyben. És hogy valójában a környezeti rombolás, a húsfogyasztáshoz kapcsolódó környezeti rombolás, az nem ér véget az üvegházhatású gázok kibocsátásánál, más tanulmányokból is egész egyszerűen kitűnik, valóban a húsfogyasztás a vezető oka egyébként a fajok eltűnésének. Gondoljunk például a már említett amazonaszi erdőtűznek, az egy mesterséges jelenség volt, ahol ugye Brazília elnöke, illetve a hozzá kapcsolódó adminisztráció, azt mint egy bátorította a gazdákat, hogy hát igen, ha legelőtt kellenek, akkor bizony vegyük el az esőerdőtől ezeket a területeket. Ennek aztán számos más következménye is van. Például, ahogy itt látjuk ugye az erdőirtást, de az ahhoz kapcsolódó talajerózió, környezetszennyezés, éghajlatváltozás, túlvalászat, vagy partvonali kiülepedés. A partvonali kiülepedés egyébként szintén, bocsánat, nem hozzám tartozik, csak így zárójelben, ugye másnak eutrofizációról van szó, nagyon egyszerű az állati takarmányok, illetve az állattartásból származó hát trágya, illetve növényvédőszer, ugye az intenzív gazdálkodásból, ezek bemosódnak a vizekbe, amelyek aztán eljutnak a tengerekhez, ugye, ahogy például mondjuk a mexikói öbölben a Mississippi folyó összegyűjti ezeket az anyagokat, bemossa a tengerbe, és hát ott ugye egy alga robbanás következik be, amely alga robbanás az oxigén tartalmát a víznek jelentősen leredukálja, utána ez a nagy mennyiségű alga, illetve plankton, ami felszaporodik, hirtelen elpusztul, az első rothadásnak indul, és ez gyakorlatilag azokat a területeit az óceánnak, illetve a tengereknek, ahol egyébként az életnek fezsegénye kellene, gyakorlatilag teljesen kiüresíti, és ezeken a helyeken pont nem találunk életet. 2006-os adatot tudok, akkor több mint 245 ezer négyzetkilométer ilyen terület volt világszerte, ahol a partvonali kiülepedés jelenségét láttuk. Itt látjuk azt, hogy a húsfogyasztás, speciálisan a húsfogyasztásra fókuszál ugye ez a tanulmány, amit itt látunk 2015-ből, hogy a húsfogyasztás maga milyen környezeti károkat okoz, és mindez hogyan hat vissza, és ugye már lassan kanyarodunk át a emberi betegségekre. Ez egy oda-visszaható folyamat, ezen a ponton talán ez az, amit szeretnék egy kicsit előtérbe hozni, hogy hát ami érdekes módon rossz a környezetünknek számos tekintetben, az rossz lesz nekünk is. És ez az, amit szeretnék egy kicsit a továbbiakban körüljárni, hogy ezek az ételek, én azt gondolom, hogy itt senkinek sem kell ezeket igazából bemutatni, hogy megengedik, akkor én hagyd mondjam el azt magamról, hogy én ugye Békés Csabáról származom, tehát 6 éves koromban ugyanúgy ott álltam a disznóvágáson, mint nagyon sok hozzám hasonló helybeli. Tehát tudom, hogy ezeknek a élelmiszereknek a fogyasztása az valóban része a kultúrának. Igen ám, csak az a gond, hogy akkor ugyanazok a betegségek is részesei lesznek a kultúránknak, amelyeket azért tapasztalunk. Illetve még egy dolog, ami ezzel ki kell, hogy egészüljön, hogy ez nem jó se nekem, se a környezetemnek. És hát honnan tudjuk ezt? Hagy mutassam meg ezt a 2017-es tanulmányt, ahol több mint 195 országnak a halálozási, illetve egyéb más statisztikáját tekintették át, és 2017-ben 11 millió halálesetet rögzítettek globálisan ebben a 195 országban,
És nem csak a haláleseteket, hanem az úgynevezett dalikat is ideértve. Ez a dali egy mérőszám, ahogy itt is látszik ezen az ábrán, ez a fogyatékossággal korrigált életéveket jelenti. Ez abból adódik, hogyha nyilván én mondjuk beteg vagyok, és mondjuk olyan beteg vagyok, hogy lerobbanok mondjuk egy évre, akkor gyűjtöttem egy ilyen dalit egy év, illetve hogyha valaki ugye az idősödő populációkra gondolunk, főleg ugye elveszíti például a munka képességét, vagy mondjuk ápolásra szorul, illetve ugye az idő előtti halálozás is beleszámít. Tehát ez nagyon külön érdekes ez a dali, mint mérőszám, mert ebből 255 millió ilyen évet lehetett regisztrálni, ami tulajdonképpen elveszik az egészségünket illetően egy év alatt, globálisan, most hát elveszett pontosabban ebben a 190 országban 2017-ben. Hogy miből fakadt, most itt csak a mortalitást hoztam, de ugyanez a kép egyébként a dalik esetében is, hát elsősorban a táplálkozási tényezők közül a magas sóbevitel, az alacsony teljes kiörlésű gabonafogyasztás, az alacsony gyümölcsfogyasztás, az alacsony olajos magvaknak a fogyasztása, az alacsony zöldségfogyasztás, hogy csak egy párat emeljek ki, hosszasan lehetne emelni a sor. És mindezek mellett egy másik tanulmányt is hagy mutassak be, nagy áttekintő vizsgálat, viszonylag friss, tavaly publikálták, ami arról számol be, hogy a szívérendszerből fakadó halálozás az állati fehérje fogyasztással, gyakorlatilag dózis-dependens módon fokozódik. Ezzel szemben pedig a növényi fehérjékkel dózis-dependens módon például a bármelyokból kialakuló halálozás, ezek azért elég kemény végpontok, hogy a kutatásról beszélgetünk, akkor pedig az csökken. A trend, amit szeretnék megmutatni, hogy az állatok megelése, az ugye láthatóan a környezet rombolásához nagy mértékben hozzájárul, és ezzel párhuzamosan nagy mértékben hozzájárul az egészségünk rombolásához is. Van már erre vonatkozóan nagyon sok megoldási stratégia. Hogyha az egészségünkre gondolunk, akkor mindenképpen meg kell említenem az Európai Kardiológiai Társaságnak az idén szeptemberben kiadott protokollját, ahol ők maguk az egészséges étrend karakterisztikájának első pontjaként a növényi nyersanyagok előtérbe helyezését fogalmazták meg, mindamellett, hogy felhívják a figyelmet az alacsonyabb állati eredetű termékeknek a fogyasztására. Sok más tényező is szerepel értelemszerűen az ajánlásban, most nem tudok mindre kitérni, de nagyjából az, hogy ez van az első helyen, megint eznek a problémakörnek a megoldási stratégiáját nagyon jól szemlélteti, hogy hát enélkül nehéz. És ugye ezeknek a fókuszpontoknak a megtalálása, amit szeretnék most így kicsit röviden tényleg bemutatni, hogy nagyon egyszerű a fókuszpont, ami rossz a környezetemnek, az rossz az egészségemnek. Azt talán már látjuk, hogy ami jobb az egészségemnek, az valószínűleg jobb lesz a környezetemnek is. De nem csak Európából tudok mintát hozni a jó megoldási stratégiákra. Ez az amerikai orvos szövetségnek a szintén idén kiadott javaslata, hogy hogyan lehet elősegíteni, hogy egészségesebbé váljon a táplálkozás. Nagyon egyszerű, első helyen szintén a megoldási stratégiákban az egészséges táplálkozást helyezi, és kiemeli a növényi tápanyagoknak a fontosságát. Miért és hogyan, illetve hogyha abba gondolkodunk, hogy hát oké, tehát a magyar táplálkozást mégiscsak a pörkölt, a rántott hús és stb. Köré szerveződik, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a növényi étrendet, rettentően egyszerűen egyébként, minden, ami növényi nyersanyag, minden, ami teljes értékű növényi nyersanyag, pontosabban az bekerül,
és minden, ami nem az, az pedig kikerül, ideértve egyébként a magasan feldolgozott, mind állati, mind növényi nyersanyagokat, gyümölcs, zöldség, hüvelyes, teljes kiörlésű gabona és olajos magvaknak a fogyasztása. Mit tudunk erről az étrendről? Az, hogy minden szempontból megfelelő lehet minden korosztály számára. Ezt megint ugye nem én mondom, hanem az amerikai dietetikusoknak a szövetsége, ez a világ legnagyobb ilyen szakembereket tömörítő szervezet. Ezt 2016-ban mondták ki az állásfoglalásukban. Mit mond ez az állásfoglalás, illetve mi az, ami ebből már most is nagyon egyszerűen levonható következtetés? Semmi olyan nincs egyetlen egy állati élelmiszerben is, ami a szervezetem számára feltétlenül szükséges lenne, és ne tudnék ahhoz hozzájutni valamilyen növényi nyersanyagból. Mert ha ez valóban lenne ilyen tápanyag, akkor ezt ők nem mondhatták volna ki. Illetve szintén ez az állásfoglalás is kimondja, de hát erre tényleg számos példát, számos más példát is hoztam, hogy ez az étrend nem csak, hogy megelőzés szempontjából a hosszú ideig tartó egészség fenntartásában nyújt óriási segítséget, hanem ezzel párhuzamosan bizonyos betegségek kezelésében is nagyon jótékony hatással bír. Ilyenek például a szívérrendszeri megbetegedések, anyagcserebetegség, például a cukorbetegség, tumoros megbetegedések, de teljesen más betegségek is hozhattam volna. És hadd jegyezzem meg, hogy ha a szívérrendszereket, a tumoros megbetegedésekről beszélünk, akkor bizony, hogy ez az, ami a halálozási statisztikáknak az élén helyezkedik el, nem csak nálunk országosan, hanem globálisan is. Úgyhogy talán érdemes lenne ezzel a koncepcióval, ebből a szempontból is szóba állnunk. Szívérrendszernek a példáját azt nem tudom eléggé hangsúlyozni, mert nem mai dologról van szó, tehát ha megnézzük itt az adatokat, akkor például Dean Ornish-nak a munkássága az a 90-es években gyökeredzik. A The Lancet című folyóiratban ő volt az, aki először publikálta azokat az eredményeket, először egy egyéves intervenciós vizsgálatban, amelynek keretén belül kimondható az, hogy a szívkoszorvérben zajló érszűkítő folyamatok, azok egy jól összeállított növényalapú étrend segítségével megállíthatóak és vissza is fordíthatóak. Ez nagyon erős kifejezés, ezt két publikációját is szeretném megmutatni, ez volt az első, a Lifestyle Health Trial, illetve ennek a vizsgálatnak az 5 éves nyomon követése, amelyet amelyet egy másik amerikai labban publikált. Mi ebből a fő tanúság, kettőt hagy vonjak le ezzel kapcsolatban. Itt látszik, hogy mi történt a betegekkel, ugye a sztenózis átmérője az a koszorúérnek a szűkületét jelenti. Annál a csoportnál, ahol az étrendi intervenciót alkalmazták, ez a sztenózis, vagyis az érnek a szűkülete az egy év után csökken, míg azoknál, akik a 90-es években elérhető legjobb orvosi kezelést kapták, azoknál a sztenózis, azaz a szűkület nagysága az egy év után növekedett. Még izgalmasabb az 5 éves nyomon követéses adat, további javulás következett be az étrendi csoportnál, és további jelentős romlás következett be annál a csoportnál, ahol csak a hagyományos terápiát alkalmazták. Illetve hagyj jegyezzem meg, mint gyakorló dietetikus ezt a diagramot is megmutatva, hogy azt szoktam mondani betegeknek is, hogy az a legjobb táplálkozási tanács, amit be is tartanak, és ennek itt van a számszaki bizonyíték, ugyanis azok, akik a legjobban ragaszkodtak az étrendi terápia minden elméhez, azoknál volt a legjobb, a legnagyobb mérvű a javulás. Azoknál, akik csak közepes mértékben igazodtak az életmódváltásnak a gyakorlatához, ott is szép eredmény volt, de ez már elmaradt, illetve akik a legkevésbé, ott pedig a legkisebb pozitív változás történt. Úgyhogy néha megéri hallgatni egyébként a táplálkozási szakemberekre, mert egész szép eredményeket tudunk igazolni. Nem csak Ornish az, aki egyébként ezzel a vizsgálattal, ami egyébként meglátásom szerint egy Nobel-díjat megért volna, csak hát ide az életmódra szabta meg, és nem mondjuk egy gyógyszerható anyagra, de kicsit zárójelben mondom. Nem csak az ő eredményei bizonyítják a növényi étrendnek rendkívül pozitív hatásait,
hanem 14 óta SZSZ-n és munkatársainak a munkáját is érdemes megemlíteni. Ugye itt látjuk, ahogy a szívizom korábbi iszkémiás, azaz oxigén és tápanyag hiányos területei, azok 3 hét után hogyan változnak pozitív irányba. És hát az egyik legmeggyőzőbb, szintén ennek a vizsgálatnak az eredménye, amit ahogy csak lehet igyekszek bemutatni, az ez az érfestéses vizsgálat, ahol egy szívkoszorúért artériát látunk, ami nagyon be van szűkülve, és pusztán a növényi étrendnek köszönhető beavatkozásnak a kivenetele az, hogy 32 hónap után ez az artéria ez visszanyerte tulajdonképpen az eredeti funkcióját. Ilyen mérvű bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az étrend az valóban képes így javítani ezen a betegségen, soha senki semmilyen más étrenden nem mutatott be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha erre valaki a mai beszélgetésünkből, vagy hát ebből az előadásból visszaemlékszik, és valahogy ez így ki tud tapadni, akkor ez egy nagyon jó beszélgetés volt. És az az igazság, hogy ezen a két ponton összekapcsolódik a fenntarthatóság az egészségünk megóvásával. Hiszen az előbb bemutatott növényi étrend, annak nyilván ez csak egy nagyon szűk szegmense, most hát egy ilyen rövid előadásban nem is gondolnám, hogy több belefért volna, pedig higgyék el nekem, hogy nagyon sok más aspektusból is meg tudom ezt mutatni, hogy az egészségünkre milyen pozitív hatást gyakorol a növényi alapú táplálkozás. Tehát ez az étrend, ez nem csak, hogy a mi szempontunkból a legelőnyösebb, hogyha fogalmazhatok ilyen merészen, hanem a környezetünk tekintetében is. Nem kell nekem elvinni ezt a megállapítást, bemutatok egy másik tanulmányt, ami pontosan ebből az álláspontból közelített, ráadásul szintén a már korábban említett Lancet című folyóiratban publikálták az eredményeket 2019-ben. Maga az Eat Lancet projekt egy olyan vállalkozás volt, és az mind a mai napig, nyomon követhető, amelynek az a 30 vezető tudós ült neki, és próbált azt a kérdéskört körbejárni, hogy ugye 2050-re prognosztizáltan 10 milliárd főt eléri az emberi populáció nagysága. Ez probléma, mert egy olyan tudományos konszenzus kell, ami alkalmassá teszi a bolygónkat, illetve magát az élelmezési rendszert, hogy az egészséges legyen, és hát fenntartható is. Ez volt a fő célkitűzés. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszer az egészségtelen és fenntarthatatlan, vagy ahogy egyébként ők megfogalmazzák, a következő ilyen lesz látható, tulajdonképpen az élelmiszer ellátás egy globális veszélyt jelent az emberi civilizációnak egyáltalán a meglétére. Ez azért elég súlyos megállapítás, én azt gondolom. De ennek egyik legjobb számszaki adata, amit ők hoztak, hogy amíg közel 800 millió ember éhezik, addig körülbelül 1 milliárd ember túlsúlyos és elhízott. Tehát ez nagyon jól mutatja ennek a rendszernek a diszonanciáját, illetve hát azok az NCD-k, azok a krónikus, nem fertőző betegségek, például az előbb említett szívérendszeri megbetegedés, a tumoros megbetegedések, anyagcserebetegség, stb. Úgy is mondanám, hogy civilizációs betegségek, pedig folyamatosan emelkednek, ahogy egyébként az üvegházhatású gázok kibocsátása, a nitrogénes foszforszennyezés, a víz és földhasználat, illetve csökken a biodiverzitás. Szóval ezek olyan problémák, amelyekkel értelemszerűen foglalkozni kell. Mi a megoldási javaslata? Egyébként egy évig kiléseztek ezek az emberek, és hát arra jutottak, hogy egy nagy táplálkozási átalakításra van szükség, egyszerre kell fenntarthatóvá és egészségessé tenni a bolygónk táplálkozását. Hát milyen cél az, amit ki lehet tűzni? A felére kell csökkenteni az egészségtelen élelmiszereknek a fogyasztását, külön kiemelve a vörös húsoknak a fogyasztását és a cukornak a fogyasztását is, mint magasan feldolgozott, de egyébként növényi élelmiszer, illetve a duplájára kell növelni az egészséges élelmiszerekből a táplálkozásunkat. A minta az hasonló, mint amit egyébként az előbb is igyekeztem bemutatni, azaz a növényi, teljes értékű növényi nyersanyagoknak a fogyasztása, gyümölcsök, zöldségek, hűvelyeségek, vörös magvak,
Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Itt látjuk azt a tányért, amit egyébként ez az étlenszer ajánlás megfogalmazott. Megnézzük akkor ugye a tejtermékek, illetve az állati fehérje, az tulajdonképpen egy ilyen marginálisan kis részét teszi ki ennek a globális étkezési ajánlásnak. Kérdezhetnénk, hogy miért van akkor erre szükség? Ugye, hiszen elmondtam, hogy az állati élelmiszerekre valójában egyébként nincs szükségünk, életemi szempontból egész biztosan nem. Sok szempontot figyelembe vettek, többek között azt is, hogy vannak olyan területei a világnak, elsősorban a harmadik világbeli országok, ahol annyira korlátozott az élelmiszer ellátó rendszer, hogy valóban nem oldható meg egyáltalán a populáció fenntartása, hogyha nincsenek bevonva például haszonállatok. De én azt gondolom, hogy a mi esetünkben, akiknek a választása az sokkal, sokkal nagyobb, mint ugye ezekben a szegény régióban élők esetében, nálunk erre egyetlen egy legitim érvet említ egyébként a tanulmány, az pont az, amire már itt igyekeztem utalni, hogy ez egy kulturális identitás, hogy az emberek például mondjuk elmennek egy fesztiválra, és akkor ott mondjuk esznek egy lángos, ami mondjuk tejföl van, vagy mondjuk elmennek a kakas fesztiválra, ugye itt Baranyában, stb. De ezen túlmenően nem az élettani ajánlás az, ami egyébként szükségessé teszi az állati termékeknek a szerepeltetését. Mit várhatunk, hogyha meglépjük mondjuk ezt a változtatást? Erről szól ez a tanulmány, mert az itt bemutatott adatok ezt reprezentálják. Hát, hogyha nem változtatunk semmi, akkor a széndioxid kibocsátás az biztos, hogy emelkedni fog. Ez egészen egyértelmű. Ha megvalósítjuk az itt ajánlást, azaz csökkentjük drasztikusan, hozzáteszem a hús, illetve a tejtermékeknek a fogyasztását, akkor az így felszabaduló olyan területeket, amit egyébként takarmánynak az előállítására használunk, ha ezt újra erősítjük, akkor 2050-re több mint 300 gigatonnányval csökken a légkör széndioxid tartalma. Ez egy elég nagy volumenű csökkenés jelent önmagában. De ha megnézzük, akkor a teljes növényi étrend, amely tehát kizár minden állati élelmiszer, azért ráver erre még közel 200 gigatonnával. Ez azt jelenti, hogy közel 15 évnyi fosszilis tüzelőanyagnak az elégetése az ez a mennyiség. Ami tehát azzal az egyetlen egy mozdulattal kikerülne a légkörből, hogyha globálisan tulajdonképpen egyik napról a másikra a populáció egy növényi, kizárólag növényi nyersanyagot tartalmazó étrendre tudna átállni. Lassan az előadás végéhez közeledve beszéljünk a gyakorlati teendőkről. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb, először is nyilván az én oldalamról az, hogy olyan valódi fókuszpontokat alakítsunk ki, amelyek a ráfordítással arányos mértékben képesek pozitív irányba befolyásolni mind az egészségünket, mind pedig az itt bemutatott ökológiai szempontokat. Ebben prioritást kell, hogy képezzen az állati eredetű élelmiszereknek a minimalizálása. Szofisztikáltan fogalmazok, mert minimalizálásról beszélek. A legjobb az egészségünk, illetve mind az ökológiai szempontok alapján, ha egyszerűen teljesen kiiktatjuk ezeket az élelmiszereket. Odafigyelünk arra, hogy a feldolgozott és magasan feldolgozott élelmiszereket is minimalizáljuk. Ez igaz mind az állati, mind a növényi élelmiszerekre egyaránt. Itt már ugye az egészségünk szempontját is természetesen ide fókuszálva. És mi az, amit ezzel párhuzamosan akkor előtérbe kell, hogy helyezzünk a táplálkozásunk esetén, azok a teljes értékű növényi élelmiszerek, gyümölcsöltség, hüvelyes, teljes kiadésű gabona és olajos magva. Ilyen egyszerű a dolog. Minden más lehetőségén azt gondolom csak ezután következhet, hiszen azoknak is természetesen és nagyon nagy létjogosultsága van, de párhuzamba állítva ezekkel a megoldásokkal a ráfordítás és annak a
visszahatása, úgy is mondanám, hogy pozitív hatása, amit ráfordításként elérnék, az viszont nincs párhuzamban azzal, amit itt megfogalmaztam. Valóban az élelmiszerpazarlás is óriási probléma, a csomagoló anyagok, vagy az, hogy válasszuk a helyi termelőket, hogy nem. De amíg nincs meg ez a fókuszpont, én azt gondolom, hogy ezek csak másodlagos, és időnként inkább a fókuszról a figyelmet elterelő megoldási stratégiák. Biztos sokan érzékelik például azt, hogy azért a társadalomban is egyre hangsúlyosabbá kezd válni. Például a klímakérdések, ugye Grétát szerintem nem kell senkinek se bemutatni. Az az érdekes, hogy nem ő az első egyébként. 92-ben Rióban már Severn Kallis Suzuki, ugyanazzal az üzenettel egyébként, amivel Greta kopogtat manapság, már ő felszólalt az ENSZ-nek az egyik ülésén. Érdemes rákeresni egyébként YouTube-on, hogy ez már egy régebbi törekvés. Újabb törekvés, talán ez kevesebb helyre jutott el, az angliai Animal Rebellion-nek a megmozdulása, ahol például mondjuk idén ők lezárták a McDonald's-nak az egyik ellátó útvonalát, így az angol gyorséttermekben ezért kimaradások is voltak. Izgalmas azt látni egyébként, hogy kezd egyfajta ilyen valódi társadalmi mozdulássá nőni ez a kezdeményezés. Ugye elsősorban a fiatalok, akik egyre jobban érzékelik ennek a problémának a hangsúlyát, és hát valóban egyébként az előttünk, vagy mostanában a fiatalabb nemzedék az, aki ennek az egész történetnek a terhét fogja viselni. Hagy mondjam el, hogy a Zöld Egyetemnek mi köze ehhez az egészhez. Engem ez az ábra keltett fel, az én érdeklésem, hogy ez az ábra keltette föl, amikor egy pár évvel ezelőtt megláttam, mert kicsit keresgélni kellett ugyan rajta, ugye sok karnak az épületében felelhető volt, többek között nálunk a Rét utcában is, azóta már nincs Rét utca, de ez azért megmaradt bennem, ugyanis ezen az ábrán megtaláltam a vegetáriánus étrendet. És ez számomra nagyon biztató volt, hogy hát akkor itt mégiscsak lehet valamit tenni, valaki mégiscsak tudja ezeket a dolgokat, és akkor csatlakoztam ehhez a megmozduláshoz, amelynek tulajdonképpen egyik csúcspontja az, hogy nem olyan régen, pár héttel ezelőtt leadtuk és már nyilvánossá vált az a táplálkozási ajánlás, amelyet két hallgatóval készítettem, és mind az egészség, mind az itt elhangzó fenntarthatósági szempontokat figyelembe veszi, ez bárki fölmegy a Zöld Egyetemnek a honlapjára egyébként elérheti. Nagyon röviden, hogyha megengeditek, egy pár gondolatot mondanék erről a munkáról. Idei év elején született az a koncepció, hogy hát egyszerűen csináljuk egy ilyen ajánlást, mert nincs. Nagyon egyszerű szakirodalmakat dolgoztunk föl, igyekeztünk minden szempontból megfelelni a fenntarthatóság és az egészség szempontjainak. Nagyon sajnálatos egyébként, hogy a hazai táplálkozási ajánlás, és sokan ismerhetik az okostányért, egyenlőre még nem veszi figyelembe ezeket a szempontokat, bár azt azért el kell mondanom, hogy most zajlik a fenntarthatóság hete, a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének szervezéséről, ugye ez egy online esemény. Egyenlőre két ponton sikerült kommunikálniuk, az egyik az a csomagolásmentesség, illetve a helyi termelőknek a preferálása. Én azt gondolom, hogy még várjuk ki a hétnek a végét, hogy hát, ha előkerülnek ezek a szempontok is, és akkor utána majd lehet erre reflektálni. Mi minden esetre az itt bemutatott, itt lenszett ajánlást vettük alapul a munkánkba, illetve ahol lehetett, ott nagyon jó minőségű adatokkal is kiegészítettük, és igyekeztünk érthetővé tenni, azt egyébként bárki elolvashatja. Több mint 65 szakirodalmat dolgoztunk föl ebben az ajánlásban,
kiegészítettük az elméletet gyakorlati tanácsokkal is, és hát ami külön öröm számomra is, amihez úgy is mondhatnám, hogy nem sok közöm volt, az inkább a hallgatóknak a munkáját dicséri, hogy külön receptekkel is kiegészítettük ezt az ajánlást, úgyhogy mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, hogyha esetleg további adatok érdekelnék a fenntarthatóság és a táplálkozás kapcsolatáról. Tényleg az előadás végén azért egy összefoglalást engedjenek meg. Én azt gondolom, hogy amennyiben arra várunk, hogy majd a vezetőink egyszer csak úgy döntenek, hogy fontos kérdés lesz a zöld politika, akkor arra még nagyon sokat kell várni. Ne várjunk rá, mert az egyéni felelősségünk is adva van ebben a problémában, és hogyha van egyéni felelősségem, akkor ebben van megoldási lehetőség is. És én ezt szeretném mindenkinek a figyelmében ajánlani, hogy aktív részesei lehetünk a széndioxid kibocsátásnak a csökkentésében, számos aspektusból, mind azt gondolom, hogy fontos, de ezek között, a szempontok között érdemes priorizálni. Tehát, hogyha meglépünk egy változást, annak legyen valóban pozitív hatása, én azt gondolom, hogy ebben a kérdéskörben az egyik legfontosabb téma, amiről beszélnünk kell, az az étrend, és azon belül pedig, hogyha előtérbe helyezzük a teljes értékű növényi nyersanyagokat, és háttérbe szorítjuk mindemellett az állati termékeket, akkor az egyszerre egy jó megoldás az egészségünk szempontjából és a környezetünk védelmében is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna tényleg röviden erről a nagyon kimerítő és hosszas témáról elmondani, és hogyha vannak kérdések, akkor természetesen még tudunk egy kicsit beszélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.